Berlinben közben villámgyorsan megtalálták a bizottsági elnöknek választott védelmi miniszter utódját. A CDU elnöke eddig nem akart kormánytag lenni, de most mégis vállalta, hogy védelmi miniszter legyen. Ezzel egy lépéssel közelebb került ahhoz is, hogy szükség esetén átvegye Angela Merkeltől a kancellári megbízatást is. Mosolyogva vonult be Németország három legbefolyásosabb asszonya az államfői palota dísztermébe, szerda délelőtt a berlini főpolgármester kíséretében. Azért jöttek, hogy hivatalossá tegyenek egy őrségváltást, és előkészítsenek egy következőt. Tisztelt von der Leyen miniszterasszony, az Európai Bizottság elnöki posztjára történt kinevezéséhez én, illetve mi mind gratulálunk önnek. Ön ma lemond a szövetségi védelmi miniszteri posztról, hogy minden erejével új feladatára koncentrálhasson. Köszöntötte az EB előző nap kinevezett elnökét Müller, aki a szabadságát töltő államfőt helyettesítette. Angela Merkel ugyanis sokakat meglepő és rendkívül gyors döntéssel nevezte ki Annegret Kramp-Karrenbauert von der Leyen utódjának. A lépés váratlanságát jelzi az is, hogy az új miniszter csak jövő szerdán teheti le hivatali esküjét. Ennél hamarabb nem tudták összehívni a Bundestagot. Kramp-Karrenbauer asszony, ön átveszi a védelmi miniszteri hivatalt, az országunk biztonsága szempontjából legnagyobb felelősséggel járó megbízatást. Nagy feladatok állnak ön előtt, országunknak egy erős hadseregre, a Bundeswehrnek pedig egy erős politikai és társadalmi támogatottságra van szüksége. Érzékeltette a kinevezés jelentőségét a Bundesrat alelnöke, mielőtt átadta az új miniszter megbízó levelét. A német sajtó komoly fordulatként értékeli, hogy a CDU elnöke mégiscsak belépett a kormányba. Eddig ugyanis azt hangsúlyozta, hogy egy miniszteri megbízatás akadályozta volna a pártelnöki munkában. Angela Merkel eddig sem titkolta, hogy a sajtóban csak a monogramján, AKK-ként emlegetett Annegret Kramp-Karrenbauernek adná a legszívesebben a kancellári megbízatást. A CDU gyenge EP választási eredménye, a nagy koalíciót feszítő ellentétek, és az elmúlt hetek látványos remegés rohamai után pedig nem is elképzelhetetlen, hogy erre a lépésre még mandátumának lejárta, vagyis 2021 előtt szükség lesz.